Az elmúlt szezonban még a legmagasabb osztályban, a Hungarian Football League-ben szerepelt a Nyíregyháza Tigers. A négy tengeren túli játékossal megerősített együttes a bajnoki döntőt célozta meg, de az elődöntőben vereséget szenvedett, így nem jutott a fináléba. A téli szünet nem volt eseménytelen a Tigriseknél, változások történtek a szakmai stábban, és változtak a klub távlati célkitűzései is. A fókuszban egy olyan széles utánpótlás bázis kiépítése áll, amely minden korosztályban képviselteti magát. Egy nagyon szimpatikus és tőkerős szponzor beállt a csapatunk mögé, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy mostantól kezdve ingyenes legyen a sportág minden érdeklődő számára. Emellett pedig a másodosztályban való indulás az szintén szakmai döntés volt, innentől kezdve prioritást élvez az utánpótlás nevelés, az újoncok képzése és a projekt csapat felől szeretnénk eltolódni a magyar játékosok fémjelezte teljesen új edzés szempont mellett nevelt játékos gárdak felé. Ez azzal jár, hogy amerikai edző és amerikai játékosok nélkül hazai szakemberek irányításával vág neki a szezonnak a Tigers. Bora Tamás vezetőedző lett kinevezve a szponzor kérésére, újra hadrendbe állt a rutinos öreg rókánk. Mellette Pápa Szabolcs és Péter Csek Ákos pályaedzőként fog tevékenykedni, jó magam úgy szintén. És ebben az évben ilyen felállásban fogunk indulni. 2018-as HFL indulásra pedig valószínűleg egy amerikai szakvezetőt fogunk hozni, mert hát azért mégiscsak onnan hozzák az újításokat. A Nyíregyháza Tigers a Divízió 2 keleti csoportjában szerepel a Jászberény Wolverines, a Rebels Old Boys, a Dabas Sparks, valamint a Budapest Eagles és a Debrecen Gladiators második csapatának társaságában. Az első meccset április elején Jászberényben, az első hazai találkozót pedig április 15-én a Tiszavasvári úti NVSC pályán a Rebels ellen játsszák a Tigrisek.